Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414 010. SMS számunk 0620 9414 020. Állat. Az állatot hallottátok itt a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414 010. SMS számunk 0620 9414 020. Enough respect, man. Yay. Jó estét kívánok mindenkinek, fiúk, lányok, ez itt a Saláta, szokott módon, ugye kedden este 10-től én félig is MC Gőz. Sziasztok, MC Gőz, helyszíni. Itt a Saláta, a Gőz, mikor aludtad ki magad utoljára? Kezdjük ezzel. Idén nem. Hát én is hasonlóképpen vagyok ezzel, éppen most vitattuk meg így a rögtön műsor kezdése előtt, hogy teljesen ki vagyunk, és jól be is kajáztunk nem is olyan régen. Nem. Úgyhogy remélem mindenkinek van kimenője, mert most csak SMS-ekkel tudtok minket életbe tartani, ugyanis gondolom mindenkinek feltűnt, aki így érdeklődik a Salátát, cuccok jelent, hogy a salatamagazin.com, ami drága jó weboldalunk, az ugye most picit szünete, egy visszaszámláló van ugye kihelyezve rá, ami azt mutatja, hogy holnap után 12 órakor, hogyha jól tudom, indul az új Salátamagazin. Te már láttad az új weboldalt, hogy tetszik, Gőzi? Hát én nem vagyok egy nagy netguru, ezt mindenki tudja rólam, de szerintem jó lesz, mert én pontosan azért nem is töltök ilyenekkel sok időt, mert nem látom át, tehát nekem idő kell ahhoz, hogy átlássa. És egész mire egyszerűen... megérted? Mire nincs nekem erre időm. Tehát ez egyszerűbb lesz sokkal, tehát az ilyen magamfajták is fognak tudni ott kattingatni. Kiválaszthat, hogy mit szeretnél, és ennyi. Akkor arra rákattintasz. Na kérem szépen, Gőzekém, akkor mondjuk el, hogy mi lesz ma itten premierek hada. Ja. Ugye elkészült a Best of Saláta. Ja. Valamint a Gőzi EP, ja. Meg a Ferinek is az EP-je, ja. Meg három bónusz track. Ja. Hát ja, hát vigyelj, végül is jól elmondtad, hogy mi van. Ja, hát én a Gőz EP-hez tudok hozzászólni. Az a címe, hogy MC a rangom, és hat tracket tartalmaz, illetve hát a bónusz trackek közül az egyikben nekem is van szerepem, mint... Gőzi, ezt így tudnánk egész műsoron végigvinni, hogy nem kell kérdeznem, hogy milyen az EP, és akkor... Intézem a melót. Jó. Tehát annyi a sztori, hogy hát végül is ez egy hagyományteremtő dolog akar lenni, mert hogy ugye annak idején, ahogy ez az egész szóló karrierszerűség indult, az végül is az volt, hogy egy 5 számos szóló cuccot csináltam, ami letölthető volt ingyenesen, és elég sokan töltötték le, hál' Istennek is eléggé megszerették az emberek. A gőzimulató égben fent szóló érted, hogy vagy, tehát azt gondolom, hogy ezek közül a számok közül... Megtanítalak, az azóta az már klasszikus mondat. Igazából ott egy közreműködő volt a gőzimulató című számban, ezen a lemezen, illetve hát ezen a szóló kis lemezen is egy közreműködő lesz, ez most jelen esetben a unokaöcsém. De hát azért mondjuk ki a nevét, mert most azt hiszik, hogy a 12 éves kisrác, aki... Majdnem. Tehát a kor nem számít szerintem. Igazából annyi, hogy ő az MC Croa, akit a régi hip-hop arcok esetleg a hátsó sorból ismerhetnek. Ő az a szőke gyerek, aki még 18 évesen olyan szép, sudár, jóképű, kékszemű fiúcska volt. Most is kékszemű, csak már olyan nagy darab, mint én. És tulajdonképpen ő segít nekem egy verzében a Seki a Sírhan című eposzban, ami végül is arról szól, hogy fél lábbal a föld fölött, fél lábbal a föld alatt, tehát hogy egy ilyen lebegés van most így a magyar rapben, hogy igazából az, hogy underground, meg az, hogy mainstream vonal, azt így hál' Istennek kezd elmosódni, mert azt gondolom, hogy ez egy hülyeség,
és egyébként még ezen kívül 5 szám van rajta, amiben nincs több közreműködő, tehát ez a hagyomány mindig egy számba van közreműködő. Klováról még egy pillanatra visszatérünk hozzá, hogy azért kellő tiszteletet adjuk meg neki. Annyit kell még tudni, hogy majd a Szupaverdi videoklipben ő az a fickó, aki még előrébb van a kamerához képest, mint Verdi és Szupa. Igen, ő vezette a kocsit, amin a Fanka ült. Tehát végül is ugye jött ez az ötlet, hogy Best of Saláta, amit Fanka talált ki, tehát aki szemben ül velem, és tulajdonképpen annyi volt a sztori, hogy így mondta, hogy összevág egy ilyen lemezt, és akkor a másik lemezre meg ő csinál egy szóló 6 számos cuccot, meg mi lenne, ha én is csinálnék, és akkor még 3 bónusz tracket gyorsan össze kellett, hogy rakjon, mert olyan nincs, hogy valami úgy lesz, ahogy előre megbeszéltük, és akkor az egyik, bár Istennek engem is elhívott, nehogy az legyen, hogy picit kevesebbet szereplek, mert mégis mi nagyobb név vagyok, mindegy. És akkor... Hát ezt ugye, ahogy már tudhatjuk az előző salátákból, hogy ez a nemzetközi szint azért. Hát igen. Előtte igen, még nem igen. Nyitott, de... Igen, tehát nemzetközi szinteken vagyok elismert. És a lényeg az, hogy ez tényleg egy olyan adás lesz, ahol itt egymás részeit fogjuk nyaldosni. Na most az a parám, hogy múlt héten Artos Csabi volt, és ugyanez volt a szitu. Ennyi, tehát ezek egy belső kör, ide be lehet kerülni, csak nagyon nehéz. Atya úristen! Hát igen. Nem, tényleg is aktuális, most tényleg az igazság, hogy aktuális a sztori abszolút mértékben, mert hogy tulajdonképpen annyiról van szó, nagyon durva, most nézem, hogy ott van 1 óra, és így elindul 1-2 másodpercnél, utána újra elindul 1-2 másodpercről. Ezt hol látod? Nem, ahogy levegőt veszek, akkor indul el, nagyon kemény. De durva. És újra indul, figyelj. És újra indul. Ó, de kemény. Na minden... Ilyenekkel van a Gong Rádió felszerelve. Na, de a lényege az a dolognak, hogy hol tartottunk. Ja igen, hogy a Csabi, tehát hogy tényleg az van, hogy most évvégére oda tettük magunkat, Artos Csabának szóló lemez, ugye jön most ez a Best of Saláta, Funk EP, Gőz EP, utána jön a Nightchild lemez videoklipekkel, tehát most ez az évvégét ezt megbombáztuk, tehát biztos, hogy csak rólunk lesz szó hát az egész van, országban, a tehát akkor kit lehetne ide elhívni. Kolsz jól mondta ezt a réteg műsor, mert az a réteg hallgatja, aki képes végighallgatni Funk és haverja egymás fenekének a nyalogatását. De nem, de most ülhetne itt bárki, csak most tényleg most az évvégén az igazság, hogy ebben az utolsó 2 hónapban jöttek ki ezek a lemezek, amik szerintem mindegyik olyan, ami hosszú távon sikeres lesz, és hosszú távon fogják remélhetőleg hallgatni az emberek. Nem akarok előre inni a medve bőrére, de remélem, hogy így van. Én azt gondolom, hogy szerintem az eddigi legösszeszedettebb és legjobb Gőz cucc jött most ki, illetve hát jön ki holnap, hogyha jól tudom, holnap ugye? Igen, aha. Igen. Jön ki holnap, és én azt gondolom, hogy remélhetőleg, hogy ez most egy nagy durranás lesz, és tényleg az van, hogy ebbe az utolsó 2 hónapban ez a 3 lemez, ez szerintem nagyon durran. És utána majd lesz egy pici hát az, még azt akkor mondjuk el, hogy ma lesz pici free, illetve lesz. Hát a karácsonyi NCLP-ről majd élőben lesz egy nóta, ugye? Igen, igen, tehát lehet hallani most egy pár számot erről az EP-ről, meg lesz egy pici free, csak úgy élőben, úgyhogy lehet írni témákat már most. Minden. Sizár már írt is egyet nekünk, anyukájának, Kati néninek az autójába, amíg Magyarországon tartozkodott, 2 hétig a Gőzi mulató szólt, és hát kívülről tudja már, Kati néni, aki egy nagymama rangban szerepel. MC a rangom. És erről ez lesz az első téma, ezt mindenképpen. És hát akkor, mivel hogy... És igen, és az NC Kari, tehát a Nightchild-nak a karácsonyi lemezére a szólószámomnak a zenéjét Artos Csaba készítette, és azt annak a számnak az első verziét és refrényét majd télőben fogom prezentálni. UG. Meg 3 számnak a felét az EP-ről. És hát akkor most jön háborgató maszkura, mert hogy maszkurával meg Szabó Balázs barátom ma útra kelünk hamarosan az ország pár színházába, majd ilyen istenhozott ördög Vietnam Plugged jelleg végigülő sírós flashben, és hát akkor... A 45-ös korú fekkák fognak sírni. és hát ezt most rád kellem, mert te választottad ezt a számot. Nekem ez az egyik kedvenc számom, mindenki tudja rólam, hogy szeretek inni,
mindenki tudja, hogy szeretek mulatni, és gyakorlatilag a háborgató maszkura még a mulatos hip-hopban az egyik olyan konkurenciám, akit még a teknő mellett számon tartok. És tényleg annyira jó ez az intro, hogy ennél jobb intrót egy lemeznek szerintem nem készítetett volna maszkura. És egyetlen SMS. Ja. Sziasztok, Andi vagyok, a nem mondom ki milyen pizzériából. Nagyon jó a műsorotok, csak az a baj, hogy keddenként vagytok, egy szupi számot játszatok nekem. Köszi, sziasztok, Andikám. Ez csak lesz, és köszönjük a pizzit. Durva. A durvát hallottátok itt a Salátában. És ha valaki, ne adj Isten azt inni, hogy a durva dolgoknak vége van, akkor nagyon-nagyon téved, mert olyan kopikon szám lesz most lejátszva. Na azt gondolom, hogy azért a maszkulának most már tényleg, tehát azt gondolom, hogy itt... Enough respect. Ja, tehát itt leveszem a fülhallgatóm, kimegyek és meghajolok az erkéről, mert azt gondolom, hogy ebbe a számba minden benne van. Tehát a maszkulának minden egyes ríme szerintem maga a hip-hop, még hogyha mulatos zenére játszik akkor is, tehát hihetetlen forma. Én úgy szoktam mondani, hogyha kérdeznek maszkuráról, hogy te is milyen ez a maszkura, hogy még jelenség. Ennyi. Ennyivel tudnám leírni. És hát még egyszer visszatérve egy pillanatra, hogy azért emellett ne menjünk el így. Ne tehát vicceljük. Ezt ne vicceljük-e, Gőzikém, kopikon és a táncolj informer. Azt gondolom, hogy ez nem csak a hét slágere lesz, hanem az év slágere lesz. Az egyik egészen biztosan, úgyhogy ezt még nem is lőjük el, sőt, még gőzszámot se lövünk el, mert picit még hergeljük az emberek, a DSP Brothers Therapy Trógerek, majd ez lesz majd a következő szám. Gőzikém, mostanában akkor sokat dolgozol? Fáradt vagy? Hát mostanában ja, tehát így rólam lehet tudni azt, hogy ha mondjuk az van kitűzve, hogy november 9-én vesszük fel a lemezt, akkor november 8-án olyan éjfél-fél egy körül neki kezdek ülni, írni azt a 6-7 számot, amit másnap reggel 8-ra meg kéne írni, egy üveg piával. Hát ez most sem volt más, hogy csak picit több estére húzódott el a dolog, mert próbáltam egy picit jobban összeszedni azokat a gondolataimat, ami a legutóbbi lemez óta születtek. Tudni kell, hogy én nem nagyon írok szöveget, csak hogyha muszáj. Addig így a fejembe úgy létezgetnek meg minden, de hát most leülni, leírni, az nekem nagyon nehezen, egy Fanka látta, hogy hogy gépelek, meg hogy fogom az egeret. Papírra is írhatnék, mert az még úgy bennem van, tehát az olyan, mint a biciklizés. Csak annyi, hogy ezt meg nem tudom utána elolvasni a stúdióban, tehát egy ilyen 18-as, 22-es betűtípussal kirakom magam elé, és akkor az úgy menni fog. Betűméret. A betűtípus is van olyan, de az automatán állítja, nem? Hogy? Nem, azok ilyenek vannak, tudod, hogy Arial, meg Times New Roman. Az mosópor, hülye gyerek. Köszönöm. Gőzikém, de azért ez a 6 szöveg, ez így az év egy év alatt kijött belőled, igen, és le is van írva. Igen, ennyi. Én láttam papíron kinyomtatva, tehát tudom. Elhagytam a kinyomtatott papírokat. Ott vannak nálam, nem? Jó, akkor megvan. Hát azzal annyi van, hogy aláírattatom veled, és egy 10.000 forint plusz áfáért karácsonyra bárki ezt átveheti. Ennyi. És hát akkor volt ugye Saláta Party 2 a hétvégén, óriás fellépések voltak láthatóak a színpadon. Hát nem voltunk sajnos annyian, mint Pécsen, azt hiszem, hogy lehet állítani, közel sem, de hát ennek mindenféle ilyen körülményei voltak. Nem kell mindent elhinni. Nem kell mindent elhinni, ennyi a témakör, ezt így ennyivel kommentálnám. A harmadik, az nem is tudom, hogy mikor lesz, de majd megkérdezem a Koyszi Boyszitól, és akkor majd a következő parti ajánlóba elmondja. Annyi parti ajánlónk van a ma estére, ugye december 9. December 9, két pó leszek én, utána pedig Kecskeméten, tehát ugyanaz nap jövök át. Két póról. Két autóval. Póról, autóval, így van. És akkor ez a Quattro Patron témakör fordul meg a városunkban. Így van, tehát Artos Csabi, Raptors, DJ Zephyl és én, és utána pedig másnap december 10-én pedig Győrben lesz HS Fan, MC Gőz, Szupaverdi, Kroa, tehát a ex-hátsó sor tulajdonképpen. Hát akkor ennek az örömére DSP Brothers, Therapy Trógerek. És akkor utána még egy nagyon picit beszélünk az EP-ről, aztán meghallgatjuk róla az első számot. Jó, jó. De csak szerintem félig. Az elmond mindent. De csak félig. Elmond mindent.
Saláta is my best friend. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Na kérem szépen, pár SMS nem fogok beolvasni a ma este folyamán, hát párat, tehát már 5 vagy 10, mert hogy fiúk, lányok, ezt már olyan sokszor elmondtam, meg tényleg ezzel nem akarok így témázni, de nem teljesítek kívánságokat, mert mindig a műsor előtt kiválasztjuk azokat a nótákat a műsor vendégével, amit nyomunk, és hát Gőzzel úgy érzem, egy remek playlistet sikerült összehoznunk. Valás, hogy hát ítéled ezt meg? Én azt gondolom, hogy az egész úgy indult, hogy elmentünk pizzát tenni. Várj, egy SMS gyorsan. Sziasztok, hogy van ez a saláta, MC Gőz, meg Fanka dolog, ez egy csomagféleségben lehet majd megvenni? Hát vagy PT, vagy PT. Csak piti, oh jó, me. Na kérem szépen, hát ez piti. Valami ilyesmi lesz, bizonyán van több gyors étteremlánc is Magyarországon, hát mondjuk az egyik legismertebb, hogyha besétálsz, és kérsz egy menüt, akkor többet fogsz fizetni, mint hogyha megveszed egybe ezt. Ez egybe lesz az áram cucc csomagolva. Na, ha kérsz egy menüt, akkor nem fogsz többet fizetni. De. Nem, ha kérsz egy menüt, akkor olcsóbb, mint hogyha külön veszed meg. De a menünek az ára az több, Gőz. Most nagyon bután próbálok nézni. Én is azt hiszem, hogy úgy nézel. De most félreértettük egymást, hogy mi van? Nem tudom, mit kérdezett az Omri? Hát, hogy mennyibe fog kerülni? 800 forint, miért nem lehet ezt mondani? Nem szabad a rádióba állat mondani azért. Ja? De mindegy. Szóval... Most akkor gőztenél csak egy macska köröm közé, aztán ennyi. Na kérem szépen, úgyhogy pitikém, akkor azt hiszem, hogy korrekt válaszolott a Balázs. Akkor most gyorsan elmondom, hogy ez ugye nem minden, hogy Fanka RP, meg Gőz RP, meg Best of Saláta, hanem lesz rajta bónusz track, az egy suhancos felvétel. Ha valaki esetleg nem tudná, hogy mi az, akkor egész biztos vagyok benne, hogy majd megtudja. Aztán lesz rajta egy felvétel, amiben Szabó Balázs barátom énekel, a Gőz, aki velem szembe ül, ő reppel benne, a Dígó, őt nem tudom, hogy ismeritek-e, lehet, hogy pára már hallottatok rólam. Ismerjük! És ő, akkor, aztán a Phoenix barátom, meg én is belepampogtam kicsit, meg lesz egy harmadik full titkos felvétel, azt ne is mondjuk el. Na, úgyhogy ez lesz. Aztán... Elején lesz a 6 gőzszám, úgyhogy tehát... megnyugtatok mindenkit. Hát azért mondtam, hogy sokan, akiknek olyan a cédre játszódnak, csak a 7-est kell megnyomni. És akkor... De aki tényleg, tehát külön kér, annak tudok írni olyat is, ami csak az enyém van rajta. 1006 ér. Na Gőzi, szerintem már eleget csigáztuk az emberkéket, az elsőt hallgassuk meg. Melyiket? Az Enged ki a Gőz. Enged ki a Gőz, azt már úgyis ismeri mindenki. Akkor ne azt adj, az most nem meglepetés, mert már leadtad a múltkor. Leadtam? Mondjuk ez az elős túlzás, hogy mindenki ismeri, de aki akkor hallotta, az annak már nem. Az új világ épült akkor? Az jó. Az új világ épült. Jó. Jó, ez következik. Hey, ez itt a No Parabeef lesz táj a salátában, érted? Na kérem szépen. Jó, ez volt két verze, Gangsta Gőzi, Hennessy től Szépen. És a kedvenc részem pedig pont ez után jön, de azt most ne lőjük le. Ne. Azt hiszem, hogy ismét egy újabb ős anekdota lesz majd egy idő után. Hát ez a tipikus gőzi segrázós, mulatós. De tudod, melyikre gondolok meg a harmadik verzében? A harmadik verzében, ja, de azt ne lőjük jó, le tényleg. Csáfanka, el tudnád nekem árulni, hogy Gedeon albumot honnan tudnám megszerezni? Köszi, M. Hát figyelj, M, elvileg, hogyha nem mondhatom ki, hogy most milyen weboldalon, ahol sok ilyen hiphopos topik van, ott van egy háborgató maszkura topik is, akkor ott, ha megkérdezed, akkor szerintem a maszkura majd segít neked, vagy a salátamagazin.com-on 2-3 nap múlva, hogyha elindul, akkor ott is lesz háborgató maszkura topik, és ott szerintem útba tudnak téged irányítani, vagy igazítani, vagy hogy kell ezt mondani, és akkor lesz neked is Gedeon albumod, amúgy oltár jó szerintem, nekem van egy eredeti példányom belőle. Új világ épül, nem enged ki a Gőz, csak már közben arra gondoltam. Gőzikém, hát ez a szám azért fura nekem, mert hangulatában nem ez jellemzi az EP-t szerintem kívülállóként, hanem ez az a szám még, ami a gőzi mulatót jellemzi, így flashbe nekem. Ja, de hát ez egy ugyanolyan dolog, hogy mondjuk az első szólóról lehetne mondjuk az Érted című számot ide rakni, aminek ugyanilyen a hangulata. Ez nekem bennem van, tehát ez a vidáman elküldeni mindenkit haza
című flash, tehát én szeretem ezt a részét is, amikor tényleg olyan zene van, amire tökre el tudom magam engedni, és olyan dolgokat mondtatok, amit amúgy nem, tehát ez a itt van Gangsta Gőzi, tehát ez szerintem akármilyen formában elhangozna, hogy magyar hip-hop számban tuti, hogy egy ilyen 600 darab sörös üveg csattanna a fejem egy underground buliban, de itt mégis elmegy, mert mindenki levágja már, mint jó, nyilván nem mindenki, mert azért vannak ki, szóval, tudom. Hát a rílek. Mert aki azt mondja, hogy most akkor tényleg a Gangster Gőzi, hát most tényleg, na. De most érted, most mondjam el, hogy milyen kajak vagyok, vagy mi van. Nem, de tényleg, szóval szeretem az ilyet, amiben lehet bóckodni, de a többi számba is bóckodok. Figyelj, Gőz, annyira jó fejek vagyunk, hogy osztunk egy csomó jó zenét, a hét zenéje mégis kopikoné lesz. Ennyi, de az is. Na most a másik két gőznóta, illetve egy a háromból az egész kor lesz még hallható, illetve egyet még egy óra múlvára megtartunk, hogy azért mindenkit ide szögezzünk, aki ilyen exkluzív dolgokra kíváncsi. Akkor az én EP-mről csak egy számot hoztunk, az a Gőzinek a kedvence. Ez kész. De bele nem mondtam ilyet még a fankának soha, de nagyon tetszik. Nem, mert mond, végül is nem, tehát tehetséges kezdő ez a Funkadeli, de komolyan, tehát ez a szám, ez nagyon jó. Mondjuk a zene miatt, vám végül is a szöveg is jó. Nekem azt tetszik, azt létszeres mondd már, attól nagyon ízott a mája, amikor mondta, hogy hazamész, végignézel hát a polcodon. Semmilyen nyilvános forma. Az semmilyen nyilvános forma, soha nem fogom elmondani. Jó, hát akkor ez maradjon. Nem, annyi volt, hogy így meghallottam ezt a számot, és akkor mondtam, hogy jó, akkor én most hazamegyek, így szépen így kiválogatom így kis ujjaimmal az amerikai leplemezeimet, és utána ilyen iszonyatos gyors mozdulatokkal összehajtom, picire tördelem, vágdosom, és kikúrom az ablakra bele a Dunába, mert ez az egy zene, ez az egy szöveg, ez elég. Tehát most tényleg nem azt én mondom, mert a Funk a kiadó főnök. Most kezdem olyan flashbe érezni, amikor a minult érten a Csabi volt. Jó, hát azért kellett nekem egy fél óra, hogy eljussak a Csabi szintjére, de mindegy. Tehát... Pedig a második helyet ő birtokolja. Hát a második helyet ő, de hát a freestyle-ban ő a második. De marketingben csak... nem, egyébként most ez azóta sokan kérdezik, hogy mi az, hogy mit tudom én, semmi nincsen, annyi, hogy akkor pont jobban jött ki a lépés, ezt megbeszéltük múltkor itt is, Csabi iszonyatos jó freestyle arc, egyébként aki ott volt abban a 16-ban, arra mind azt mondanám, hogy nagyon jó freestylozik, most akkor ott én, nekem jött ki a legjobban a lépés, meg ennyi. Gőzikém, Kopikon következik. Előre bocsájtanám, hogy nem lesz fura majd ez a Funk a felvétel, mert néha bele kell húznom a potival, mert használok benne olyan kifejezéseket is, melyeket... Pedig te nem szoktál. Tehát Isten az a tördögvietet végighallgatta anyukám, és így mondta, hogy ez nem is értem, tehát ez a Feri ezt nem is beszélt csúnyán. Gőz, hallgassuk meg a Kopi nótát. Hát hallgassuk, hát miért ne hallgatnánk? Táncolj, Informer. Hát a legkomolyabb. Következik a hét zenéje, itt a Salátában. Ez volt a hét zenéje itt a Salátában. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Érted? Ez volt az Érted, itt a Salátában. Minden tiszteltünk a kedves kolléganő, és én is elég spirituális alkat vagyok, Gőz is elmondhatja, mert ismer már jó régen, de valami ezoterikus rejtett bomba az itt maradt szerintem, valami aknára léptünk itt a Balázzsal, mert úgy beálmosodtunk valami nyugtatószer lehet ide valami, befújva. A levegőben valami színterápiás akna. De jó ez, amúgy jó, ez amúgy csak... Jó. Csak itt nem olyan tudom, szinten le vagyok relaxálódva, nem tudom, jól fogalmazok-e, hogy lehet, hogy így nem tudom, itt összetolok két-három széket, picit unyok. Befáradtunk egy picit, nem tudom, hogy ez így mennyire jön az éteren keresztül. Biztos lejön, tehát ez tuti lejön. Gőz, hát akkor szerintem ezen valamit így kell változtatni, úgyhogy szerintem berakom az alapzenét. Dobjuk föl magunkat, és akkor légy szíves, Siz anyukájáról, Kati néniről azért mégis, hogy az öregebb korosztály is tudja kívülről a mulatónak a szövegeit. Legyen ez az első témánk mára. Jó. Rakok még hangot. Rakjál nyugodtan.
És hát akkor azt hiszem, hogy ez az alapzene, ez illik is így, ez a kis este, ez ilyen téli éjszaka van. Jó. És hát MC van. Itt a salátában. Egy pici free, egy pici free, Ja, téli éjszaka van, mikor megyek ott az utcán, a gesztenye már pirul, aztán érzem az illatot, egy picit bebódulok, megint tovább lépek én is. Kapti néni integet, hogy megint hallgattam gőzlemezt, mondom, jól teszed ezt, hogyha figyelsz egy percre rá, aztán meghallgatod, ott a mulató dumát, amikor mindenki mondja, föl az égbe a gulyás levest, aztán kértem ebédre, na mi lesz bébe, még egy percre nézd be, hozzá mélyel fel, vagy éjfélre. Na mindegy, kérdezem én, hogy mi az, amit most mondhatok neked, külön vélemény. Velem szemben Fonka Dele itt meggőzi, MC a rangomnak ki fog legyőzni. Szemben állok saját magammal a mikrofon, no, szemben amit mondom, gondolatom, adom, ha kell, figyelj, te is ember, kezedet tedd fel, kezedet tedd fel. Már jobban érzed magad, nem Gőz? Már jobb, tehát egy pici rap, az kész. Plusz egy pici fenyítés a Csisztől, hogy az ő SMS-eit mindenképp olvassuk be, mert 25 centbe került neki. Na kérem szépen. Nagyon jó volt ez az alap, nem Gőz? Ez jó, Artos Csé. Artos Csének a munkássága. Kérem szépen, és azt hiszem, hogy ez a mai esti ez teljesen illet is, úgyhogy próbálunk egy ilyen kis nyugodt hangulatot teremteni. Adjál még egyet, mert úgy látszik jobban megy a rap, mint a beszéd. Komolyan? Uh-huh. Gőzi, de van valami, magadtól tudsz valamiről? Ha nyomjuk el azt a izét, ami a Nightshade karácsonyi lemezen lesz. De hát az csak te tudod a szövegét, én hát nem. Hát én elnyomom akkor. Na, akkor nézzük. De az nem ez a zene, hanem hát a messzire megyek. Ja, azt akkor, ja vágom, tehát a saját számodat az NCLP-ről. Aha. Jó. Gőzikém, figyelj, kapod live is live and exclusive, öcsém. MC Gőz akkor. Jó. NCLP. Jó. Figyeld a beatet, hogyha megiklet, akkor mondom a tippet. Szövegre beatet, itt a város a díszlet. Inkább itt a falon, mint a disperzitet. Emeld a szintet, a fejlődés nem áll meg. Nekem egy fejlővés nem állt meg. Kevertből két dekál, meg bort. Nyitva a bolt, NC-ver. Mindenkinek, aki velünk nőtt fel. Add ide a mikrofon, nyom be a plate. Én meg zenére átpofázom az éjt. Hogyha rappelni támad kedvem, számos százik csendben. Nem megy a matek, hát nem lehetsz balek. Mert nem lesz szorzás, csak osztás. Hásd a lövészárkod, de a hangrobbanás is utolérés. Majd 100 fok felett égsz el, ahol a zászlónk lebeg, mert fethetetlen múlt, fethetetlen jövő. Rappel a G, ő, meg a Z. Csak magaddal kell szembenézzél. Most csak magaddal kell szembenézzél. Ha rappelni támad kedvem, nehogy leállíts, mert támadni támad kedvem. Jó, ha rappelni támad kedvem, nehogy leállíts, mert támadni támad kedvem. Jó, ha rappelni támad kedvem, nehogy leállíts, mert támadni támad kedvem. Nekem rappelni támad kedvem, nehogy leállíts, mert támadni támad kedvem. Jó, mert én nagyot ütök, mint gangsta Zoli Brad Pittnek öltözve. Nagyon tudok örülni, nem vagyok körözve. Nagy a gangster bugit, csak bízd a szőrösre. Kezemben lapát, te meg darabokban bőrönbe, mert Gőzi nagy képület, nagy lemez, nagy épület. Nagy kocsi, nagy feszület, nagy nyakában, nagy aranyból, nagy lovéból, nagyot markol. Övé egy nagy kerület, mások szerint az egész város, mi város felett áll. Bár 28 az élet évvel jár-e állt, és már ez szállt a város felett, mint egy győzelmi zászló, elrég erre pár szó, ki lesz ki rám szó. Ez nem az Zappin Smoke Tour 2001, hanem beszoptam a turnét, itt Magyarországon ez van. De amíg valaki fedez, nem érdekel, csak a nagy lemez, amiben berakom az életem, díj a falon velem szemez. Látom az arcodon, van arra 100 érv, kinyírj egy blázér, és otthon majd nézegesd, egy kazira ráfér. Nem ma kezd, tedd város felett, uralod Budapestet. VIP room, körülöttem kordon, égetett szesztől van jól a gyomrom. VIP roomban, körülöttem kordon, égetett szesztől van jól a gyomrom. De ha rappelni támad kedvem, nehogy leállíts, mert támadni támad kedvem. Ha rappelni támad kedvem, nehogy leállíts, mert támadni támad kedvem. Nekem Gőzi, atya úristen, mit is mondta erre az NCLP-re, hogy milyen lesz? UG. Hát elég UG lesz, igen, és annyira fura, hogy most két Gőz prezentációt is hallottunk, ugye már eddig az adáson belül, és teljesen más a kettő, de mégis ugyanaz. Hát ennyi.
Úgyhogy ez a gőzi flash. Hát meg szerintem mindenkinek ez a flash. De nincs, tehát én nem érzem ezt, hogy én most akkor én egy stílus, és akkor érted, és akkor én ezt promom, és akkor izé. Azt szoktam mondani, hogy ugye... Jött egy SMS-et, Feri, vagy... Igen, egy privát. Nézegesed közben, ha nem zavarod. Hát csináld. Annyi van, hogy erre azt szoktam mondani, hogy tök mindegy igazából, hogy ki, meg hogy aki reelbe nyomja, az minden számában ugyanazt reppeli el, gyakorlatilag csak más szavakkal, tök mindegy, hogy milyen témát ír körbe, legalábbis én magamról. Meg a jó zene az jó zene, érted? Tehát az Artos Csabinak ez a száma, ez iszonyatosan jó, érted? A Verdinek is, amiket csinál, nekem azok a számok tetszenek. Tehát lesz ma Verdi, Birodalom útja. Jó, érted? Respektből. Hát mert jó is rapper, ráadásul most ez egy másik dolog, de hogyha valaki oda nyom egy zenét, hogy figyelj, itt van ez a zene, erre kéne valami rappet csinálni, és megfog a zene, akkor ott nincs mese, érted? Nem érdekel, hogy az most milyen stílus. Nekem tetszik, az kész. Közben magam... ST3 írt egy olyat, hogy gőzbolond, és egy double smile-it tett utána. Figyelj, öcsi. Most a double smile az mit jelent? Az jó. Nem, ne, jó. Az jót jelent? A... Szevasz, bro, hát te vagy az embere. Aztán jött egy SMS-ünk, PT, Pap, TB. Mi meg nyomtuk a PT-t, meg minden. Északi bejárató mennybe PT. Remélem, Frankó cipőt vettél a Fanka. Ja, vágom már akkor a témakört. Hát a cipőboltba találkoztunk. Nem magamnak vettem, anyukám remélem nem hallgatja, mert neki vettem karácsonyi ajándékot ott. Nagyon jó csizmát vettem neki. Hát és a csizmát gondolta, hogy magadnak veszed? Hát azért néztek már komoly média személyiségnek, de hogy ennyire beleolvadnál, azt nem tudtam eddig. Na mindegy, ha nem akarom. Na mindegy, nem mondtuk semmit. Gősz, hoztad a formád, mikor jössz kecsóra partizni, de piti, ha tetszik. Peter. December 9-én Kecskeméten partizok. De óriásit. Te várjál már, úristen. Tudod, mit fogunk csinálni? Sört iszunk folyamatában. Atya úristen, most a Kolsz be kéne hívnom, mert felejtettem a harmadik salátapartit, az előbb kötötte a lelkemre, hogy Tatabányán lesz. A Sziszka, a Dígó, meg a Hősök fog fellépni. Hát egy ilyen minimálabb line-up lesz. És hát ott lesz, de december 16 talán, vagy valami ilyesmi. Hát most salátaparti, tehát nem tudom, hogy még kéne tudnom betéve azt, hogy igazából mikor lesz ez a dolog, de majd mindjárt utána járok, és akkor pontosan el lesz mondva. Na kérem szépen, egy ilyen dolog, ez a messzire megyek az alapnak a címe, de mi lesz a számnak a címe? Nehogy leállíts. Ugye? Nehogy leállíts. Akkor meghallgatunk egy Phoenix notát, mert Digo ma este már volt hallható, és hát akkor Phoenixet is hallgassuk meg, ugye ő is szerepel a Best of Salát a lemezen, nehogy véletlenül valaki ne legyen képbe vele, úgyhogy egy pici mély depresszió így Phoenixhez híven következik. Zsiletteket elő. Utána jövünk vissza. Gőzikém, akkor te majd felkonferálod a következő blokk után a Deli notát? Persze, intézem. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Közben elmondanám, hogy annyira lusta voltam, hogy 2,5 métert nem tudtam megtenni Kolszig, de már megkaptam SMS-ben valakit, hogy igen, de ez 16, és egy smiley. Tehát köszönöm szépen. Salátaparti áron, Hősök, Digo, illetve Sziszka, Tatabányán, Dec 16, de erről majd még lesz részletesebben szó. Hát nem sokára majd jön a farmerem, meg a mikrofon. Aztán közben egy SMS azt mondja, hogy 13 éves lelkes röppör kérdezi, hogy merre talál alapokat, amire gyakorolhat. Tehát én így hirtelen fejből csak egyetlen egyet tudok, már mint interneten keresgél. Az Animal Cannibals 2N-nel a kannibál része.hu weboldalon, ott van egy olyan menüpont, ahol vannak föl. Igen, és lehet letölteni ingyenesen és gyakorolni. Arra röppölgetni tudsz gyakorolni. Aztán azt mondja, hogy drága Feri, én a kíváncsi szemű gimnazista barátnőd vagyok, atya úristen, milyen pici a világ. A te hangod az éterben, most ismerkedek a zenét, de jól mulatok, és egy smiley, hát jól mulatsz, hát ne, hát ez itt a kőkemény valóság. MC Gőz prezentálja az utca nyelvét. Fél street life. Az is lesz még ma este. Gőzikém, tehát akkor
Akkor ezt a farmerem meg a mikrofon dolgok. Na, hát figyelj már egy percre. Na most itt sziasztok. Először is köszöntöm nagyon-nagyon nagy sok szeretettel a hallgatókat. Este három, az elmúlt egy évben este három megnyugtatott, hogy igen, double smiley, ombre. Jó, G. Na, szóval szeretném megragadni az alkalmat és megköszönni Ferinek, hogy így az első egy évben felvezette ezt az adást, és hogy eddig helyettesített engem. Szeretném akkor bejelenteni ezúton, hogy a Saláta műsorát innentől MC Gőz fogja vezetni, vagyis én, és gyakorlatilag szeretném az első számot rögtön egy olyan MC-vel kezdeni, aki egy feltörekvő tehetség, és azt gondolom, hogy az egyik olyan tracket készítette el, ami talán a legjobb, és talán az a dal lesz, amivel igazán meghozhatja a várva várt sikert neki. Funkadeliről van szó, más néven Kőházi Ferenc, Kecskemét szülötte, nagy fülhallgatóval a fején, és a Farmerem és a Mikrofon című számot fogjuk itt most meghallgatni, úgyhogy mindenki tekerje fel a hangerőt, mert nagyon komoly a cucc. Ez volt az Érted, itt a Salátában. Hát, na, hát ez lett volna akkor a Funkadelinek a száma. Megtisztelő igazából, hogy, és... hogy az ennyi lehetett az első ebben az új Salátában. Gőzi, én sok sikert kívánok neked ahhoz, köszi, hogy ezt a műsort levezesd. Igazából, tehát a benzinpénzzel minden jó lesz akkor. Tudsz, igen, hát hogyha nem tudok jönni, akkor nyugodtan csináltad, mert azt gondolom, hogy amit eddig csináltál, az azzal elégedett egyrészt a vezetés, másrészt én is. Na, annyit meg elmondanák, tehát az EP-kről, meg mindenféről, amiket ma játszunk, ilyen exkluzív trackeket, azokat csak így, hát még a háromnegyedig se. Tehát ebből a számból is még ezután jön az igazi nagy Enough Respect-et kiérdemelő rész, de azért úgy gondolom, hogy ízelítőnek jó lesz. Ízelítőnek jó lesz. Engedd ki, a Gőz lesz a következő megmozdulásunk. Gőzikém, akkor vázold, légy szíves, hogy mik a terveid az elkövetkezendő 2 évben? Hát az elkövetkezendő 2 évben sok mindent szeretnék csinálni. Először is szeretném azt, hogy minél többet fellépni, bár ebben eddig sem volt, hál' Istennek, hiba. Szerencsére sok helyen megfordultam, szeretnék még mindenhova elmenni, ahova csak lehet. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a partiba járkálós dolgot csinálni. Gondolom ezzel mindenki így van, aki hasonló dolgokra vágyik. Igazából szeretném azt, hogy ez a egy-két klip készüljön erről az EP-ről is, és hát ugye jövőre a Rap Neked 2 elkészüljön, amivel gyakorlatilag akkor már mögöttünk lesz egy olyan anyag Funkának és nekem is, amivel azért elég komoly sokat lehetne csinálni, és hát 2007 környékén pedig egy nagy lemezt, amin viszont szigorúan mindez az a 6 dal, ami most rajta lesz. Az rajta lesz? Ez szigorúan rajta lesz, igen. Na kérem, közben jött egy SMS-t, ami, illetve egy MMS nekem, amiben egy nagyon pici NC promotet, She's áll egy kis dombocskán, és a háttérben pedig New York City, látható, és She's-en NC póló van. Tehát ennyi, pici szösszenet. Gőzikém, akkor lehet mondani, mert ez mindig egy kritikus kérdés igazából, amikor kijön egy cucc, és ugye először átalgatja az ember, hogy akkor elégedett vagy a saját EP-ddel most így, ahogy van. 100%-osnak érzed? Hát 100%-osnak soha nem érzi szerintem az, aki ilyet csinál. Én azt gondolom, hogy egy 95%-os elégedettség az gyakorlatilag a hallgatók fülében egy 100%-ot jelent, mert ugye mindig a saját motyójában talál hibákat az ember. Vannak, akik máséba is tudnak. Igen, ez is igaz. Én is tudok máséba, de a sajátjában azért jobban szerintem. Én legalábbis olyan vagyok, hogy a sajátommal szemben sokkal kritikusabb vagyok, mint a másikéval. Rottertől van már egy lemez rendelésünk. Jó, jöhet. Figyelj, abban már két Burez kijön. Egy neked, egy nekem. Két pik. Na és akkor annyi az egész, hogy hát 95%, most mondjuk azt mondom, hogy 100%, mert annyit hallgattam most, hogy ebben most már, hogy már én sem találok kivetnivalót, itt igazából már csak olyan dolgokon fog múlni, hogy most az embereknek tetszik-e vagy nem, tehát technikailag meg hangzásilag erre úgysem lehet azt mondani, hogy itt valami hibázik, arra persze bárki mondhatja, hogy hát nem tetszik a szöveg vagy nem jó, de hát ez nyilván ízlések és pofonok különbözőek, nekem is sincs ízlésem.
csak pofonom. Gőz, el kell, hogy mondjunk valamit most, mert tényleg. Tehát magunkat most már futtattuk eleget, Sziszkának az elején pici respekt meg volt, Maszkurának és Digónak, Főnixnek, és ott a következzen Verdinek, mert azért azt tudni kell, hogy egy Prince medállal a nyakába valaki, és olyan hangszínekkel, melyeket egy jobb autó árába kerülő szintetizátor, tehát már éppen, hogy csak ki tud adni magából, annyira rosszak, és ezáltal mégis jók. Szóval én őt, de te ismered régebb óta, úgyhogy te nyilatkozzál majd létszeres róla. Nem, hát a Verdi egy ős tehetség, kész. Ezt akartam mondani. Ő egy ős tehetség, ő gyakorlatilag annyi van, hogy az egyik számot azt úgymond neki is szenteltem, de durva szó, nem? Lehet, hogy indulok a választásokon. Hát most már kéne egy kis vérfrissítés, én is úgy érzem. Na hát lehet, hogy önkormányzó leszek, vagy valami. Önkormányzó? Na, szóval a lényeg az, hogy Verdi, aki az én zeneimnek a legnagyobb részét csinálja, tehát 99,9%-ban, és vele tényleg nagyon régóta, még a hátsó sor legeleje óta ismerjük egymást, és hát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a Engedd ki a gőz című számban egy elég komoly verzét, és a refrénben is felmerül az ő neve, róla írtam, mert tényleg az, hogy a gőz kijött abból a bizonyos bezártságból, és felszínre tudott törni, vagyis ez képletesen ugye azt jelenti, hogy amit én kigondolok a fejembe és rappelni akarok, azt meg tudom valósítani zenére is, azt nagyjából és egészében neki köszönhetem, és őről nagyon sokan nem tud senki semmit, pedig az ilyen nagy híres producerek, mint Pharrell, meg Primo, meg nem is tudom, kiket mondhatnék még itt, akit ismer a hallgatóság nagy része, ők egy tök közismert emberek, jó, ők is rappelnek, meg mit tudom én, mi, meg akármi, ének, meg stb. Viszont a Verdi is csinál rappeket, elég komolyakat, sőt szólószámot is, a Birodalom útja például az egyik ilyen, ami most fog lejátszani. Igaz, Feri, lejátszod? Most fog következni az Engedd ki a gőzt, ez a Verdi. Az Engedd ki a gőzt? Az. Jó, az. Hát akkor az Engedd ki a gőzből meg lehet ismerni, hogy ki az a Verdi, és tényleg keressétek, hogy ki az a Verdi, mert nagyon komoly cuccokat csinál. Még annyit fűznék hozzá, hogy a Prince medált azért mondtam, mert Verdi ős Prince rajongó. Prince és Gyűrűk Ura rajongó, és hát őneki ugye komoly zenei előképzettsége van, még hogy egy picit fényezzük, és ez annyira érződik a zenéken, hogy az valami hihetetlen. Tehát hát nem az a loop betyár, na, ezt így lehet mondani, attól tartok. És még annyi, hogy a lírai sírós megfejtésektől állt egy olyan zúzásig, ami most már csak pár másodpercemből következik minden. Úgyhogy Verdi, remélem eljut hozzád ez a műsor. Szeretünk, Verdi. Szeretünk, barátom. Jó. Durva. A durvát hallottátok itt a Salátában. Ha láttátok volna, hogy mi történt itt a stúdióban. Gőzunit. Gőzzel már kitaláltunk egy formulát arra, hogy ha ilyen nagyobb koncertre mennénk, esetleg valahol, mint fellépők, akkor eleve fejenként kettő, illetve most már, hogyha jól számolom, akkor 3 mikrofont kell bekészíteni, azaz 6-ot ugye kettőnkre, mert az egyiket dobjuk el a farmerem meg a mikrofonnál. A másikat meg ennél. És csak a csáp. Na kérem szépen, úgyhogy ez volt az Engedd ki a gőznek a 3/4 a cirka. Hát, Verdi. Igen, tehát ő sokkolja az embereket ezekkel a zenékkel. Legyünk egy picit interaktívak, lesz még egy száma este, amiben egy másodpercet hallgassunk bele, és akkor mindenkinek így le fog esni, figyeljünk csak. Tehát ettől kezdve, lehet, hogy ezt pár is vagyok ezt a felvételt, ettől kezdve ugye gyakorlatilag ezekig a zenékig az istenhozottos instrumenteken át egyszerűen mindent. Úgyhogy elég univerzális a srác, és hát hogyha valaki meg akarja lepni, akkor gyakorlatilag több példány is van már neki a Gyűrűk Ura DVD-ből, úgyhogy azt lehet neki bármennyit venni, meg ilyesmi. Szereti Verdikém. Gőzi, most következik a leghosszabb blokk, a te kis monológod, ugyanis az arra lennék én kíváncsi, illetve hát én már tudom sajnos jobban is a kelleténél, de a kedves hallgatók arra kíváncsiak, hogy így a szóló után, meg a Gőzi LP után, és ezelőtt az EP előtt, már nem is egy egész nappal, mondjuk egy fél nappal előtte, te hogy látod ezt az egészet, ennek az egész hip-hop
Trumpnak a múltját, meg a jelenét, meg a jövőjét, meg ilyesmi. Monológ, aztán jön majd a birodalom útja. Hát... Nem számított erre. Figyelj, ez úgy néz ki ez az egész sztori, hogy én sosem az a forma voltam, aki a hip-hopot alakította, hanem egész egyszerűen csak csinálta. Lehet, hogy ezzel alakítottam is valamennyit, de nem hiszem. Tehát én igazából úgy voltam vele, hogy a hip-hop számomra az a műfaj, ahol a agyament hülyeségeimet, meg azokat a mély gondolatokat, amit én mélynek érzek mások, meg agyament hülyeségnek, azokat el tudom mondani. Tehát, hogyha lenne ahhoz tehetségem, hogy verset írek, akkor biztos verset írnék, vagy hogyha lenne ahhoz tehetségem, hogy rajzoljak, akkor rajzolnám. Ez jutott nekem, ez egy tök egyszerűnek tűnő műfaj volt, amikor én ezt elkezdtem. Nyilván azóta már így 10x év után rájöttem, hogy azért ez nem is olyan egyszerű, és azt gondolom, hogy a fejlődés nem áll meg, tehát a fejlődés az gyakorlatilag életünk végéig tart mindenféle szinten, tehát mint MC, mint szövegíró, mint előadó, mint bárki, viszont ezzel a nagy hip-hop megfejtéses dolgokkal még sosem érdekelt igazából, mert én akkor is csinálnám, hogyha Magyarországon csak én hallgatnék hip-hopot, akkor is csinálnám ezt, és tulajdonképpen amit látok azért, az persze jó. Tehát vannak bulik, vannak olyan rendezvények, ahol most már komoly fellépőkkel, komoly műsorokkal készülő fellépőkkel jó partit tudnak csinálni ezek a fellépők, jó parti helyszínek, jó hangtechnika, sok ember, jó hangulat van, nem pedig ez a nagyon-nagyon befordulós Rossz az élet című dolog, mert én azt gondolom, hogy attól, hogy valaki rappet hallgat, meg hiphopot hallgat, attól még nem kötelező szomorúnak lenni. Ez egy oltári nagy félreértés, és ez egy divat irányzat, vagy nem tudom micsoda most manapság, hogy mindenki szomorkodik. És aki, tehát ez a Miért nem hírsz soha vidám dal című Kovács Ákos rész jut az eszembe. Most fura, hogy pont a Fankának mondom, akinek a Isten hozott ördög vihet érfelvágós cucc, de abban legalább van valami olyan dolog, ami meg sok embernek van persze olyan szövege, hogy elgondolkoztattató nagyon, de mégsem az jön le belőle, hogy na hát itt most valami nagyon-nagyon katasztrofális dolog van. Nem, a hip-hop alapvetően számomra azt jelenti, hogy a barátaimmal vagyok, bulizok, berugunk, jobbra megyünk, balra megyünk, rappelünk, röhögünk egymás rappén, és ennyi. Ez most lehet, hogy csalódást okoz sok emberben, mert most akkor nekem nem tudom, hogy milyen elhivatottnak kéne lennem. Nem tudom, hogy hány olyan ember van, aki annyi minden nehézségen át, tizen nem tudom hány éve csinálja ezt, tehát aki megkérdezi az elhivatottságom, az jöjjön ide. De most csak ülök. De amúgy tényleg, tehát én szám, nekem teljesen más jelent a hip-hop meg a zene iránti elhivatottság. Ezt te tudod a legjobban, tehát hogyha mit tudom, az van, hogy most 10 órát kell rappelni, akkor 10 órát rappelek, hogy kész legyünk, minden mást félredobok, hogy ezt meg tudjuk csinálni, vagy azt meg tudjuk csinálni, vagy ide el tudjunk menni, oda el tudjunk menni, de én azt látom, hogy mindenképpen akkor fog ez itt valamennyire előre mozdulni, hogyha csinálják az emberek, nem csak pofáznak róla. Úgyhogy azért nem is szeretek pofázni róla. És mi ez a izé? Hát a rihánzó zene. De most mi van? Lekever, szombri? Ez a haverodnak az ember. Legalább akkor mondja annyit, hogy izé. Köszi gőz. Hogy köszi gőz, hogy takarodják ki. Hallod, figyelj már, de most rám kevered a Verdit kajakra. Kőházi Ferenc és a kedvenc muzsikái. Kedvenc muzsikái. Kedden este 10-től a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620 9414-020. Aztán közben Enikő megintett egy picit téged, Gőző, hogy azért okosan azzal az Ákos számokkal. Ákos komoly. Na figyelj már, Gőz, egy oltári nagy bakot vétettünk, vagy ezt így kell mondani? Bakot lőttünk, mert itt félrevezettük a jó népet, ugyanis két SMS is jött a témával kapcsolatban. Sziasztok, urak, lenne egy kérdésem Mr. Funkadelihez, a Mr. Pára átveszi a stafétát veled, mire szól, folytatod? Üdv, és az aláírást az sajnos nem tudom
kiolvast, mert én elég fura. Piti. Nem. A lényeg az, hogy hát szóval mielőtt tényleg akkor ezt ne adj Isten valaki csúnyán szóval benyalná, nem Gőz fogja vezetni a műsort a továbbiakban, hanem a Sziszka meg az Artos Csabi. Ketten. És nem lesz vendég. Csak ők, annyi van, hogy az Artos Csabi néha nem tud eljönni, mert hogyha szülői életek kezdetre kell menni a Josh miatt, vagy valami ilyesmi. Hát annyi van, hogy én pedig hol folytatom, ezt mindenki tudja, Szabó Balázs barátommal elfolkosodom gyakorlatilag. Tehát erről van szó. Most tanulom a kalotaszegi legényest, ugyanis van egy óriás barátom, aki most egészen biztosan nem hallgatja a műsort, ő a Lóri, akit ezúton is így éteren keresztül morálisan pacsizok, na és ő egy nagyon jó kis prímás, Magyarország egyik legjobb prímása, remélem ezt így most jól mondom, és hát a Balázsra egy ilyet kiterveltünk ellene, hogy én fölöltözök full hip-hopba, tehát itt a polgatyámba, meg a full kepembe, és egy kalotaszegi legényes lejárok Debrecenbe a kedvenc táncházamba, így ebbe a szedbe, és utána oda sétálok hozzá, és mondtam, hogy Lórikám, akkor légy szíves, rappelj valamit. Tehát ez az akció készül. Aztán gyorsan másik SMS, Funk, azért hiányozni fogsz, Gőzi, tegyél oda, ez a műsor ér a legtöbbet ebbe az országba, Verdi nagyon ott van, üdv Empires. Tehát akkor Empires, most már minden tiszta, nekem még lesz egy búcsú műsorom, még ezt az évadot, ezt lenyomom. Most jövő héten megválasztjuk majd az év zenéjét, mert ugye januárra azt nem tudjuk kitolni, mert indul a Saláta DJ Challenge. Tehát jövő héten megválasztjuk az év zenéjét itt a Salátában, aztán utána jönnek a srácok, ugye a januárban megjelenő lemezükkel kapcsolatban, aztán utána jön elvileg Digo, és utána következik majd az én leköszönő műsorom, amiben MC Gőz, Koisz, Artos Csaba, jó, és ezt felejtsd, lesz a vendég. Úgy sem így lesz. Visszaadom neked, csináld. Ne. Csináld, Feri. Jól csinálod. De aláírtuk a papírokat. Én keresek mást. Nekem megvannak a saját dolgaim. Tényleg, egy konkurencia is kell. Tehát azt gondolom, hogy az egészséges verseny az nem árt. Na jó, tehát itt a Saláta öntet című műsorral. Kelj fel és járj, barátom! Bárhogy is bánt és bárhogy is gyötör az élet, rossz is túl mély, mert a gödör, de kimászhatsz, és még kiláthatsz, csak magadral törődj ahelyett, hogy másokat hibáztasz. Bármit gondolok, ne törődj vele, mert a szívedbe, a lelkedbe nem látok bele, nem tudják, hogy mire vagy képen, csak te magad érzed, ahogy fogod élet. Kelj fel és járj, barátom! Mikor nyújtás az álom, én látom tüzet a szemedben. Mindenütt az útra, a sorsod a kezedben. Feled múltad és nézz a jövőbe, hogy égni, hogy elmúljon örökre. Minden rossz, minden emlék, mit átértél, hogy a sötétből a fénybe átlépjél. Love, respect, TM! Feet, MC Gőzi, itt vagyok újra. Gyerünk, TM, tegyél rá itt most itt Gőzi csekkel, csak azért, hogy mi álljon a szám. Bárhogy is bánt és bárhogy is gyötör az élet, rossz is túl mély, mert a gödör, de kimászhatsz, és még kiláthatsz, csak magadal törődj ahelyett, hogy másokat hibáztasz. Bármit gondolok, ne törődj vele, mert a szívedbe, a lelkedbe nem látok bele, nem tudják, hogy mi el vagy képen, csak te magad érzed, ahogy forra véled. Remélem ezt nem veszik beefnek. Micsoda, TMS haver, respect a select a respect. Oda, pretty good. Throw your hands up in the air. Állat. Az állatot hallottátok itt a Salátában. Iszonyatosan inaktív ma mindenki, Gőzikém, gondolom ez ilyen téli este flash, úgyhogy az a téma, hogy Shiz már $5 értékben küldött ma este nekünk SMS-t. És ebből fejtsd ki valamit. Jó, rakok még. Jó.
pici hangerő, MC Girls Freestyle Block, ha jól számolom a második, kérem szépen. Jó, $5 van aki, egy SMS-t küld el, van olyan is, aki 50 centből 5 milliót csinál, mennyi az egész, csak jó helyre állj, de hát mindegy az egész, a lényeg annyi, amíg van mikrofon, a repet nem tudom abba hagyni. Jön a reggel, majd álmosan kerek fel, valamelyik benzinkúton jobbra tej, a kezemnél balra még egy jégő cigi, amit csak ott hagytam, lehet, hogy ciki lesz neked a pici free, amikor velem szemben állsz, hintába ültetlek, úgy kiabálsz, na mi van már, megint kérdezem, a mókus kerék indult újra ezen a reggelen, de hát most nem érdekel más, csak amíg szavam az enyém, addig jöhet az oktatás. Itt az oltás, csak kapod és kapod egy puszit, aztán kérdezed, hozod a nyuszit, majd húsvétkor itt jön majd a karácsony, lesz neked egy dupla lemez, ott a Nightshy-tól, de hát most mindegy, csak ennyitól, van aki mást, még egy hamburgert megeszek, aztán indulás Budapest áll, vissza a hidakon át, aztán megérkezek otthon, majd valaki vár. Kőzikém, figyelj csak, ezek az alapok most nagyon illenek a műsorhoz, nem? Nagyon, nagyon. Most valami party trackeket berakni. Figyelj, ezt felvettük volna, komolyan mondom, ebből megcsinálod magadat, hallod? Figyelj csak, Gőz, van egy nóta, aminek annak idején, mikor megmutattad... Várj, mert sípolok már, igen, mert annyira hangos vagy. Nézzé, már mondták nekem, de jó, most így az akusztika, nem? Na, annyi, hogy már mindenki mondja, hogy megsüketülök, érted, de hát... De én is már... Tózd fel a fülest! Na, Gőzi, figyelj csak! Rigdi, repgengszter, egy csigricsekkel! Annyi van, hogy... Mi a jó Istent akartam mondani? Azt minden, mondja, hogy... Minden. Ja, igen, igen, van egy instrument, amit annak idején, mikor megmutattál nekem, akkor teljesen készítettem tőle, hogy most komolyan erre akarod a közös számunkat, a Gőzi LP-re. És akkor, hogyha jól emlékszem, akkor úgy volt, hogy ott helyben meg is írtuk a szöveget rá. Ugye? Így volt. Ja, igen, így. Gőz VS Fanka. Így. És hát azóta ugye, hát akkor ugye kijött a lemez, és egy csomó ideig nem adtuk elő, ugye jól emlékszem. Aztán így rákaptunk, és azóta minden buliba nyomjuk. És így van, és jó. És olyan koreográfiai elemeket találtunk ki hozzá, ami azt mondom, hogy egyedülálló. Olyan szintű színpadi kép van, hogy nem is tudom, tehát Kozsó tánciskolájába szerintem ezt már csak így a abszolút a végzősöknek merik megtanítani, mert olyan mozdulatok, hogy ott tényleg már egy rossz mozdulat, és becsípődik a derék. Vagy mint most a liftnél, mikor kaptál egyet. Hát ott a forgom kiment majdnem. Néha elszámolom ezeket az ütéseket, de hát így, na mindegy, én örülök, hogy nem ütöttél vissza, de jó, amúgy a léped azóta már rendben van. 800 kiló ponttal ütök, vagy mennyivel. Na akkor Gőzvés Fankasz nem tudom, általános iskolában volt ilyen felmérés utoljára. És a medicinlabdát milyen messzire dobtad el? 30 méterre az 5 kilóssal. Persze. Kemény, 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 kemény. A keményet hallottátok itt a Salátában. Saláta, hogy hozzászólj, kezdeményez hanghívást, vagy küldj rövid szöveges üzenetet. Vezetékes telefonszámunk 76-os körzet 414-010. SMS számunk 0620-9414-020. Na kit nem hallgattunk ma még, Gőz? Artos Csabit. Artos Csabit nem. Úgyhogy a következő szám az majd Artos Csabi lesz, és hát akkor mondanám, hogy jövő héten egy pici reklámot csinálva ezzel tényleg ennek az eseménynek, ugye tavaly is megválasztottuk az év zenéjét, illetve hát az első három volt az, akit így utána is egy ideig komolyabban emlegettem, és a tavalyi évben az OCC, azaz a srácoknak a régi formáció, az Országos Szemed Klubnak, az Édesanyámnak című felvétele lett az évzenéjeit a Salátában a ti szavazataitok alapján, úgyhogy jövő hétre már egészen biztosan, ha jóisten is úgy akarja, hogy menni fog a weboldal, illetve nézzük majd az SMS-eket, és akkor ugyanúgy majd lehet szavazni a fórumban is, meg SMS-ben is, és hát már tavaly is gyakorlatilag több száz üzenet érkezett, és iszonyatosan nehéz volt ezt az egészet így végigcsinálni egyedül, ezt így azt hiszem, hogy elmondhatom, úgyhogy most ez így nem is fog menni, úgyhogy lesz itt egy pár segítőm, akik majd fogják számolni a szavazatokat, az pedig, hogy kik indulnak versenybe, meg fogjátok tudni a weboldalon, akik online tudnak garázdálkodni pár napon belül.
a saláta csapatával, Májka, Billel, Kojszal, illetve jó magammal majd kiválasztjuk ezeket a zenéket. Körülbelül egy olyan 5-10 zene fog indulni azok alapján, hogy mik voltak itt a 2005-ös évben a legkedveltebb és a legtöbbet kért zenék. A salátából, úgyhogy ez lesz ez az örömteli esemény. Gőzikém, Artos Csabával milyen volt a kapcsolatotok azután, hogy ő a második helyre szorult? Nem megutált. Ez, gyakorlatilag ezért a Verdi csinálja az összes zenét, és ugye hát ezt most felvezettük így, hogy merő, ugye mennyire jó. De gyakorlatilag erről van szó, hogy megutáltátok egymást. Nem, hát a Csabival nagyon régóta ismerjük egymást, nagyon régóta a spanok vagyunk, és ezt már volt egyszer egy adás, amiben ezt el is mondtuk, hogy én úgy éreztem, hogy amikor már a döntőben vele voltam, akkor már tök mindegy volt, hogy most ő nyer vagy én, mert úgy éreztem, hogy mi nyerünk, mert most is úgy érzem, hogy mi nyertünk, nem csak az, hogy én. Itt tulajdonképpen az, hogy most ott első-második lett valaki, az éppen a pillanatnyi formán múlott. Jövőre indulsz? Hát nem tudom. Még vacilás. Hát ha egy milla lesz a fődi, akkor igen. nem, igazából tényleg az van, hogy nem tudom, tehát most ez egy olyan dolog, hogy bennem van az is, hogy nem kéne elindulni, hogy legyen másnak is, de ugyanakkor meg tudom, hogy én meg olyan vagyok, most te is PS2-ző, meg én is, meg együtt is sokat. Most érted, hogyha mit tudom én, meg kikapsz a fociban a világbajnoki döntőn a braziloktól, akkor utána nem indítasz egy olyan világbajnokságot, hogy a brazilokat eleve kiveszed, érted? Mert akkor meg akarod verni. Hogy csak bebizonyítsd, hogy jobb vagy. Tehát bennem van ugyanakkor az is, hogyha meg nem indulok, akkor meg nem adom meg annak az esélyt, aki meg akar verni, érted? Tehát ezért dilemma. Ugyanakkor meg már ott rögtön mondták, hogy akár a zsűriben is jövőre helyet lehet foglalni. Nem tudom, még ez majd kiderül. Gőzi, hogy tényleg ne csak a hülyeség legyen a mai műsorban, azért most... Miért? Hát ez mind komoly volt. Persze, ez komoly volt eddig, de azért még egy komoly kérdés föltennék, ahogyha jól nézem az órát, akkor ez az utolsó komolyabb blokkunk, és tényleg nem akarlak sarokba szorítani ezzel a kérdéssel, most már gondolom betoltál egy picit. Mondjad, Feri, mondjad. Artos Csabi került szóba, és hát ő ugye egy családos ember, tényleg csak így ilyen beszélgetés jelleggel, és annyit mondasz el erről a dologról, amennyit akarsz. Neked így mi a helyzet ezzel? Mert hogy korban nincs olyan nagy különbség köztetek, tehát hogy lesz szemszigőz családos ember, vagy nem, vagy mi a helyzet ezzel? Mert én tudom, hogy mi a helyzet, de így szerintem kíváncsiak erre sokan. Hát szeretnék, igen. Jó. Hát de most erről mit mondjak, értetted? Nem, hát... Most figyelj, most tényleg tény az, hogy érted, az emberek látják azt, hogy Gőz áll a színpadon, fú, készen, tudod, egy literes tömény a kezébe, üvöltözik, jól érzi magát, tedd fel a gulyáslevest az égbe című nótáival, jön elő állandóan a hülyességgel, de ettől függetlenül tényleg van egy olyan érzés így bennem, nyilván ehhez kell egy olyan partner is, mint aki most van, de erről nem szeret, tehát hagyd legyek ilyen szintű sztár, mint mondjuk, hogy is mondja, kit nézem, mondjuk Delhusso John, vagy valami ilyesmi, hogy ne beszéljek a magánéletemről, vagy hogy hívják azt a... Mondjuk a Palikék most már publikus, vagy, tehát vannak ilyen híres magyar sztájtó, Fókusz, meg ilyenek, tudod? Tehát akkor ne áruljuk el a párod nevét, mert ugye ő is híres média személyiség. Nem, még nem. De annyi a sztori tényleg, hogy hát... tervben vannak dolgok, de erről tényleg kár beszélni, érted? Ezt az egész blokkot amúgy most azért csináltam, hogy tényleg azok a gőzrajongó lányok, akik nagyon közeledni szeretnének felém. Nem közeledik felém senki, de nem is kell, hogy közeledjenek. Éppen az, hogy azok tegyenek le, és abból egy tetemes része által felém irányul ezek után, hogy nálad keresítelem. De nem, de érted, most már kinőttem ebből, de most halál komolyan. Ennyi. Tehát, miből is? Hát most már, tehát így furcsa ez, de tehát nem az motivál, érted, hogy hány csajom legyen. Tehát nem azért eppelek már. Közben jött egy SMS, egy óriás smiley-val utána anyjában, hogy Anetka. Nem. Hát ezt nekem is meg kell cáfolnom. Nem ő róla van szó. Nem. Anetka azért jó példa, mert Anetkának is sokáig nem lehetett ismerni a férjét, mert tehát ő is van olyan szinten, mint én azt gondolom. De az SMS-ről gondolom, arra gondolt, hogy Anetka a párod.
Nem, nem, nem. Kismellőek, nem. Állat. 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 Az állatot hallottátok itt a Salátában. És Gőz, most eljött az a pillanat, direkt nem is raktam be a lapzenét, amikor csőbe húzlak. Ugyanis az előbb hát nem teljesen olyan szinten fejtetted ki ezt a témakört, ahogy én vártam, úgyhogy a saját fegyvereddel támadok rá, következik egy alap, és MC Gőznek még soha nem volt olyan száma, aminek a címe MC Gőz, és most ez a freestyle fog következni MC Gőztől az MC Gőz, hogy ki is ő valójában. Na milyen vagyok? Egy rohadék. Na halljuk, MC Gőz milyen ember? Jó. Hát, amit most látok, azt mind tudjátok, MC Gőzi egy liter pál lesz, a körben járjátok velem. Most a terepet színpadon állok, és onnan rappelek csak neked. De hogyha hallod a hangfal tetején, filmeszkóban osztom a repet, mint rég Pécsen, a kész fészen. Én is kész voltam mindenkivel együtt, aztán meg csak úgy szépen jöttek a csajok sorban, mindig más kertem fel mellettem, aztán megeltem, ettem, egyedül keltem megint, aztán megkérdeztem, kinyitom az ajtót, és kojszált előttem, aztán PS2, meg a Pride Lukály, csak ez számított, öcsém, behúztál most a csőben, de mindegy, inkább mondom előre, tovább is léphetnék, de inkább csak egy nőre jár most az agyom, aztán gondolok most egyet, csak azt szeretném otthon, hogy jó legyen, aztán mikor fel kellek és kérdezzem, mit hoztál nekem? Édesen, annyi az egész, csak amit most itt akarok, egy albós filmre együtt elkarolom, amit most akarom, amit most tudom ezt, nekem már mindenem ebben remeg bele, mert hogyha kell, akkor ott van a neje, a fele, a másiknak a sége, na mindegy, inkább kéne el, még egy pici, amit mondok, csak annyi, hogy honnan aztán mindenki már vágja ezt, na hogyha tudja, hogy mi az a rím, amit most kiereszt a gőz, de 100 fok felett itt a G, meg az ő, meg az é. Hát belül egy gyerek, aki csak érzi, hogy mit kéne tenni, de néha meg is teszi, csak át kell most ennyi, hogy várjál, amit most tudjál a vámnál, meg lerakom a felét, a másikat vállamra, aztán meg utána vállokra, tűzöm azt MC a rangom a bánatra, nincsen okom, mert van egy csajom, akit most szeretek és vele fogom leélni az életet, ha kell, ha nem, hát mindenki mondja, hogy Gőzi mulatója, még akkor is, amikor Gőzi kisfia, Márov is, akkor is azt fogom mondani, hogy mindenki mondja, mert attól még egy MC, az MC marad, attól még, hogy öt gyerek halad vele együtt a Balatonon, amikor felfújom a gumi matracon, na mindegy, ennyi az egész, most átnevezek a Jakenuban, talán még sportolhatok egyet veled, na gyere az Olimpia hegye, aztán onnan jövök haza, vele megye székhelyeken át, amit most székelek én, székely káposztát kérek még, de ennyi az egész, majd elhízok, 100 fok felett és 100 kiló felett ordítok. MC Gőz, miért nem ezzel kezdtem? Így kellett volna indítani egy alapbe Gőz, aztán mesélj, de hogy mi van. Ez vagy te, azt hiszem. Gőzikém, Street Life következik 3-4. Figyelj már, de ez egy jó freestyle volt tulajdonképpen. Nagyon. Ezt ki fogom vágni a műsorból. Figyelj már, de most arra gondolok, hogy ez a tehetség, ez velem született. Halleluja, Franco. 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 A Frankot hallottátok itt, a Salátában. Amikor rád nézek, mindig az jut először eszembe, amit ugye Sziszka repelt, hogy lenyomjuk a Győzikét, mert van nekünk egy Győzikét. Hey. MC Gőz, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál a műsorban. Ennyi, vége is. Hát nagyjából. Lekeversz, hallott kajakra. Figyelj, mondhatjuk azt hiszem, hogy ma Nightshade este tartottunk itt szőrmentével, gyakorlatilag így szinte mindenki volt, és hát most még ráteszünk egy szupafonkát így a végére, hogy az egoizmusunkat teljesen ki tudjuk így vetíteni az ételre. Gőzikém, jól érezted magad? Jó, 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 persze, csak kicsit betett fel. Nekünk ez a pici ezoterikus légkör. Ja, fáradt vagyok, meg még délután csináltuk az izét, a EP-nek, a zenének, a csiszolásait, meg minden. De hát holnap ez útjára kell. Kíváncsi, igen, vagy a véleményekre? Nem.
Jó, mert a Saláta magazinban... Mármint a mostani véleményekről? Ja, nem. A Saláta magazin... Tehát a lemezről? Igen, most írt bele, vagy igen, meg azért, hogy a Saláta magazin... Valamennyire, a Saláta magazin fórumában majd be fogsz kukkantani az MC Girls topikba, illetve szinte ilyet. Tehát én azt gondolom, hogy valamelyik úgyis bejön, csak azt írjátok meg, hogy melyik van. Csodával határos módon MC Girls a Nightshade fórumában ma beírt. Be. Hát bár nem sok információ tartalma volt a beírásnak, de képviseltetted. De beírtam neki, hogy itt vagyok, meg hello. Balázs, tényleg szépen köszönöm, és hát akkor szilveszteri műsorban találkozunk majd. Jó, hát mégis örültem, hogy itt lehettem. Szerintem rap minden, meg minden rap. Jövő héten gyerekek évzenéje itt a Salátában. Meg fogjuk választani. Jelezném, hogy EP-m az most jelent meg, és remélem eséllyel indulok. Ezt azért talán mégse kellett volna. Nem igaz. Saláta is my best friend.